Köszöntöm nézőinket, Önök kulturális magazinunkat látják, Ragoncs Erita vagyok. Mutatom, mit kínálunk a mai műsorban. Minden korábbinál többen vettek részt a szexárdi szüreti napok leglátványosabb programelemén a szombati felvonuláson. Gazdag programkínálat és finom borok Szexárdon. Ószabadság, hadd nézzünk szemedbe címmel nyílt jubileumi kiállítás. Pénteken délután hivatalosan is elkezdődtek a szexárdi szüreti napok. A megnyitón részt vett Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter is. A szervezők és a borászok vasárnapig finom italokkal, lincsiklandozó ételekkel, koncertekkel és rengeteg kísérő programmal várták a vendégeket. Kulturális műsorok és fellépők váltották egymást a színpadon a szexárdi szüreti napok pénteki hivatalos megnyitójának ideje alatt. A rendezvény sorozat fővédnöke idén Gulyás Gergely, miniszterelnökséget vezető miniszter. Ő azt mondta, az elmúlt években többször is volt alkalma a városba látogatni, legközelebb pedig akkor akar jönni, amikor átadja a sportuszodát, aminek a kivitelezését az állam átvette az önkormányzattól. De legközelebb akkor fogok csak jönni, hogyha úszodaavatóra jöhetek, ezt megértem. Ezt megértem alpolgármester úrnak és képviselőtársamnak is, hiszen az elmúlt években Szexár nagyon sokat fejlődött, hogyha valaki nem naponta jár ebben a csodálatos városban, csak úgy, mint én, mondjuk évente, akkor látja azt a fejlődést, ami itt történt, de egy fontos adósságunk van, és ezt mindenféleképpen törleszteni kell. Arany János írt sok csodálatos verset, ebből az egyiknek a címe a Vén Gulyás. És Vén Gulyásból szeretnék néhány sort idézni. Egy pohár bor kezében, bora elfogy, keze reszket, Vén Gulyás ül karosszékben, múlt időkre emlékeztet. Hosszú évsor nyomja vállát, százesztendőt emlegetnek, elég volna hagyománynak, elég volna történetnek. Valahányszor gondolkodom, ez a legvonzóbb jövőkép, amit saját magam számára el tudok képzelni. És hogy milyen bort érdemes ma Magyarországon inni, nehéz lenne azt vitatni, hogy a vörösborok között a legjobb vörösborok azok itt vannak Szexárdon. Hoppá, képviselőtársam nincs abban a helyzetben, hogy ezt kimondja, mégiscsak Pécsen választották meg egyéni körzetben képviselőnek, de miután engem hasonló veszély nem fenyeget, ezért valóban két kiemelkedően jó vörösboros régió van az országban, Szexárd és Villány, de nyugodtan kimondhatjuk, hogy ezt a versenyt Szexárd nyeri. Összességében is büszkék lehetünk arra az útra, amit az állami borászatok borzalmas minőségi borai óta, a rendszerváltást követően eltelt bő 3 évtizedben a magyar bor bejárt. Kiváló borok kaphatóak és fogyaszthatóak, és itt Szexárdon pedig valóban a bőség zavarával küzdünk, akár fehérborról, akár rozéborról, gondoljunk Duzsira, a Ruzé királyra, vagy akár vörösborokról legyen szó. Egy biztos, hogy ha a maradandót keressük, és ma már itt Hanvas Bélának pikánsnak tekinthető borokra is vonatkozó sorait képviselőtársam idézte, akkor nyugodtan mondhatjuk, hogy itt Szexárdon a mesés tájak, a gyönyörű nők és a remek borok világában, ha az állandót keressük, akkor szintén Hanvas Bélához kell forduljunk, aki azt mondta, hogy végül ketten maradnak az Isten és a bor. Györfi Balázs, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnöke, rendszeres résztvevője a szexárdi szüreti napok rendezvényeinek. Ő most arról beszélt, ez a világ legjobb borfesztiválja. Nem érdemtelenül, mint ahogyan 1987-ben sem érdemtelenül ítélte a nemzetközi zsűri a szőlő és bor városa címet Szexárdnak. Annak a városnak és annak a térségnek, amiről elmondhatjuk, hogy az egyik talán a legdinamikusabban fejlődő borvidék Magyarországon. Ha Kadarkáról és Bikavérről van szó, és erről folyik a diskurzus, akkor Szexárd megkerülhetetlen. Ebben a térségben, ebben a borvidékben van 2100 hektár szőlő, 14 000 tonna szőlőt szüretelnek, és közel
100.000 hektoliter bort állítanak elő. Horváth István, a térség országgyűlési képviselője azt mondta, a szekszárdiak identitásának szerves részét képezik a helyi szüreti napok. De nem csak az identitásunk része, a gyökereink része, ez a mostani rendezvény, a származásunk, hogy honnan indultunk, hanem a szüreti fesztivál az összefogásnak is a jelképe. Hiszen ahhoz, hogy ez a nemes rendezvény megvalósuljon, a kiváló szőlészek, borászok mellett nagyon sok szponzornak a támogatása is kell. És szeretném megköszönni a fesztivál valamennyi szponzorának is a támogatását, hiszen ezek a forintoknak az összessége adja azt, hogy valóban ezen a hétvégén több tízezren felhőtlenül szórakozzunk. Hoppál Péter, kultúráért felelős kormánybiztos ünnepi köszöntőjében azt emelte ki, hogy Szekszárd és az itt termelt kiváló borok több kiemelkedő hazai művészt is megihlettek már. Emlékezetünkben és történelemismeretünkben, irodalom tanulmányainkban ott van ez a város, mint amely város a múzsák lakhelye volt az elmúlt évszázadokban, hiszen a 19. századnak is volt egy Puskás Ference, akiről ismerték a magyarokat. Ő pedig a zongora Paganinie volt, Liszt Ferenc, aki szinte hazajárt kicsi túlzással Szekszárdra, és aztán jött Garai János, aki a térség identitásának egyik meghatározó szereplője, és ugye a Szekszárdon született és színésznőt szeretett Babits Mihályt is. Gyurkovics János, Szekszárd alpolgármestere azt mondta, az idei évben hosszú idő után végre minden adott egy remek hangulatú fesztiválhoz. Soha nem látott módon 2020-ban nem tarthattuk meg a szüreti napokat a járványhelyzet miatt. Hasonló okokból 2021-ben csak őszi fesztivál néven korlátozott létszámban ünnepelhettük együtt a születet, tavaly pedig az időjárás fordult ellenünk, és a biztonság miatt eddig példátlanul le kellett fújnunk a születi napok ékességét jelentő felvonulást. Különlegesnek ígérkezik tehát az idei találkozónk, mert most látszólag semmi nem zavarja a felhőtlen együttlétet. A szekszárdi szüreti napok szervezői vasárnapig több tízezer vendéget várnak a Tolnai vármegye székhelyre. Minden korábbinál többen vettek részt a szekszárdi szüreti napok leglátványosabb programelemén, a szombati felvonuláson. Több mint 2000-en vonultak végig az idén az új útvonalon. Kisbíró dobolta ki a szombati szüreti felvonulás kezdetét. Adjon Isten jó napot! Szép szüret szombatot! Ide figyeljenek, fiatalok, vének! Közhírré tétetik Szekszárd népének! Örömmel közöljük a szomjas táborral, szüreti nap zajlik, minőségi borral! A szüreti kisbíró fontos szerepében elmondom, mi történt e szép esztendőben. Zöldül szép városunk, új lett a térkő is. Szekszárdon hallottam, lesz fotóarchívum is. How are you? Kérdezik a bajcsiban, ez hány varjú? Varjak vagyunk, nem mehetünk úszkálni a balcsiba. Beköltöztünk inkább mi a bajcsiba. Polgárokat károgással dühítünk, bónuszként a fejetekre ürítünk. Ellepjük az utcákat és tereket, szűkítjük az élet tereteket. Drága öcsém, ne fenyegesd Schallerrel, ha előz majd az elektromos rollerrel. Rohan vele, pórázon egy foxi is. Ne bírságold, van már hozzá jogsi is. A Béla királytérről minden korábbinál többen, nagyjából 2000-en indultak útnak, hogy részt vegyenek a hétvégi programsorozat leglátványosabb eseményén. Gólyalábasok kereplőkkel, lovas huszárok és karikás ostor csattogtató betyárok. Mögöttük a borrendi tagok, a városvezetői, hagyományőrzők és rengeteg civil, iskolás, óvodás csoport. Ez a kis lány egyenlőt, egyenlőt, egyenlőt. Szekszárdon régóta hagyomány, hogy a szervezők a környező és távolabbi települések hagyományőrző csoportjait is meghívják,
hogy viseletben táncolva együtt vonuljanak fel. Mi hölgyészről érkeztünk, és a hölgyészi székelykörnek vagyunk a két táncsoportja, a nagyobbak a bokrétások, a kisebbek pedig a kisbokrétások, és bukovinai székelyek tánckultúráját ápoljuk, őrizzük és visszük tovább. Ez ugye egy ugyanolyan fellépés, mint minden más. Ez nem színpadon történik, de attól függetlenül, amikor viseletet húzunk, akkor viselkedni kell, és erről mindig beszélnem kell a táncosoknak. Szépen kell kinéznünk, szépen kell a menetben vonulnunk, és természetesen, amikor táncra kerül a sor, akkor pedig szépen kell táncolnunk, úgyhogy van ehhez egy kötés. Ugye Őcsének az egyik fő szíve a sárköznek, ami a feleségemen van, az egy bíróné ruha, és én vagyok a bíró úr, ugye, úgyhogy mindent megteszünk, hogy mindenkinek megfeleljünk. A meghívott hagyományőrző csoportok közül többen különösen nagy megtiszteltetésként élik meg, hogy részt vehetnek a szekszárdi szüreti felvonuláson. Nagyon örülünk annak, hogy kegyeibe fogadott az idejében bennünket az időjárás. Kellemes időjárási körülmények között valóban perceken belül indul a felvonulás. Ahányan vagyunk, meg ahány helyről jöttünk össze, nagyon-nagyon bízom benne, hogy egy nagyon színvonalas felvonulás tud megoldódni, és az előző évek színvonala az idei évben is vissza tud köszönni. Nagyon jó, most már beáll a rend, és elindulunk a felvonulással, és várjuk a szület szépén nyerjen a pár, amit állítunk a színpadra. Mindig fűnik a bója, mégis sáros a tolla, az én kedves kis angyalom a legszebb. Idén még az eddiginél is színesebb programokkal és gasztronómiai élvezetekkel készültek a szervezők a Szüreti Fesztiválra. A Béla Király téri színpadon összesen 39 program zajlott. A hagyományokhoz híve megválasztották a Szüret táncos párját, akik egy évig viselik a kintüntető címet. A 2024-es szekszárdi szüreti napoknak pedig ők lesznek az arcai. Az este sztár fellépőkkel többek között Bája Lex és a Slep nagy sikerű koncertjével folytatódott. A régió egyik legnagyobb összművészeti eseménye került megrendezésre szeptember 3. hétvégéjén. A Szüreti Fesztivál keretében Szekszárdon napokon át ünnepelték a bort és az ehhez kapcsolódó hagyományokat. A négy napos programsorozathoz idén az időjárás is kegyesnek bizonyult, így minden adott volt az önfelett ünnepléshez. Szerintem a szüreti felvonulás az mindig egy égköve ennek a rendezvénynek, amellett pedig hát a jobbnál jobb koncertek. A környéken lakok, és nagyon szeretem ezt a fesztivált, mert szerintem nagyon színes és vidám, és nekem ez kell, mert különben nem tudok élni. Én nekem kell ez a pesgés. A színes programokkal minden korosztálynak kedveztek, hiszen hazánkban a nagy népszerűségnek örvendő Bája Lex is ellátogatott. Azt mondják, szedjek rivatrét, vagy legyek szerelmes, ha szerelem segít. Valami mindig húz a mellkasom szorít, nem kapok levegőt, hogy érzem nem jó hít. És akkor van, hogy haza nem akarok menni, mert otthon azt érzem, hogy összenyom a semmi. Az utcán kovágok, ha nincsen velem senki, ha mégis lenne, egyedül akarok lenni. Megtelt a Német Színház díszterme is Orbán György egy Pocsolya emlékiratai című előadásán, ahol Örkény egyperces novelláiból tartott szenzációs groteszk játékot 45 percen keresztül.
Mindez persze azért van így, mert akadnak olyan kiszámíthatatlan, elviselhetetlen, hisztérikus emberek, mint az én legjobb barátaim, akiknek az utolsó pillanatban itt eszükbe magukat vacsorára bevonnak. Ezzel azonban nem állhatok elő, mert nevetségessé válnék az utasok előtt. Tehát némán, de kimozdíthatatlanul itt maradok, ahol vagyok. Ha most már a kartoznál, ami nincs teljesen kizárva, megtalálna szólítani, mondván, azt a szürke esőkabátos urat külön felkérem, adjon helyet a felszálló utasoknak, akkor viszont már előzékenyen bár, de kénytelen lenni, kijelenteni, hogy kedves asszony, maga pedig jobban tenni, ha befog rá a száját. A szüreti napok kísérő programjaként egy Fürth Szekszár címmel nyílt alkotóművészeti kiállítás a szüreti hagyományok jegyében. A tárlaton keresztül képet kaphattunk a különböző művészeti ágakon keresztül azokból az értékekből, amelyekre többek között büszkék lehetünk, megismerhettük a Borvidék természeti adottságait és a benne rejlő hagyományokat, a szőlőt, mint a minőségi borok legfontosabb összetevőjét, és a szüreti mulatságokat, amik mind-mind Szekszárd közismert jellegzetességei. Azok a gasztrórajongók, akik finom falatokra és nedűre vágytak, a Borudvar és az Ízek utcája felé vették az irányt. A Béla Király téren 15 pavilonban 28 szekszárdi borvidéki, 2 tolnai pincészet, 2 pálinkaház és 5 étterem várta a vendégeket. Muslincások miatt jöttem, én Budapestről érkeztem. Ez az első szekszárdi borfesztivál, ami részt veszek, és nagyon tetszik. Egy hete voltam a Budapesti Borfesztiválon, a Várba, és nekem ez sokkal családiasabb, és sokkal jobban tetszik. Horváth István Attila, az Aliszka borászat megalapítója, egyetemi tanulmányait követően kezdett borászattal foglalkozni. Pest vármegyei településről, Gyömrőről származik, ott is él, hogy borrendi tag lett fontos állomás az életében. Mai nappal lettem tagja a szekszárdi borlovagrendnek, pontosan a szekszárdi Aliszka borlovagrendnek. Ez azért is számomra hatalmas megtiszteltetés és kitüntetés, hiszen Módos Ernő bácsi, aki ezt a borlovagrendet gyakorlatilag fémjelzi, ő egy ikonikus személy itt Szekszárdon, illetőleg a szekszárdi borvidéken, és azt gondolom, hogy mint Aliszka borászat, mint névválasztás során is én úgy gondolom, hogy hihetetlenül példamutató az a munkásság, amit Ernő bácsi véghez visz. Próbálunk esténként különböző színes programokkal készülni, nevezetesen zenét is próbálunk adni itt az itt jelenlévőknek, illetőleg természetesen egy kicsit jobban próbáljuk bemutatni a borokat. Mindenkitől azt kérjük, hogy legyen egy kicsit türelemmel, mert minden bor általuk a választott borfajtához igyekszünk hozzátenni egy kis gondolatot, mehetett, hogy mi került a poharába, mit fog kóstolni, és hogyha ez egy kis kellő türelem társul, és nem csak rögtön lehajtja az adott vendég a kortybort, akkor természetesen sokkal nagyobb tartalmat tudunk, én azt gondolom, átadni. Ezáltal egy kicsit Szekszárdot is meg tudjuk mutatni a vendégeknek. Megjegyezte, a jövőben segíteni fogja a borvidék fejlődését, és az elődökhöz méltóan tovább próbálja öregbíteni a hírnevet. A Béla Király téren a nagy színpadon összesen 39 színpadi és színpad környéki program zajlott. Megválasztották a szürettáncos párját, a Bartina Néptánc Közhasznú Egyesület ifjúsági együttesének 2 táncosát, Weber Zalánt és Bárci Rékát. A nyertes páros sárközi ugrósával és friss csárdásával varázsolta el a közönséget. Egy évig viselik a kitüntető címet, a 2024-es szekszárdi szüreti napoknak ők lesznek az arcai. Azt gondolom, hogy a városlakók és az idelátogatók számára is megállapítható, hogy ez a fesztivál, ez a 4 napos összművészeti kulturális esemény nagyon fontos a számunkra. Ez a szekszárdiak ünnepe, de a hazatérők, hazavágyók ünnepe is,
a céges partnerek ünnepe, a régen látott barátok, régen látott családtagok hazatérésének az ünnepe, és én remélem, hogy az az elmúlt 3-4 évtized, ami ezt felépítette, az nagyon sokáig ugyanezen a színvonalon és ugyanebben a jó hangulatban is megmaradhat. Berlinger Attila, a Babits Kulturális Központ igazgatója megjegyezte, hogy a jövőben is reménykedik, hogy ez a gazdag örökséggel rendelkező esemény még sokáig a város kulturális életét fogja gazdagítani. Ószabadság, hadd nézzünk szemedbe címmel nyílt jubileumi kiállítás az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 175. és Petőfi Sándor születésének 200. évfordulója alkalmából a Szekszárdi Művészetek Házában. Az esemény kurátora Baki Péter Munkácsi Mihály díjas festőművész volt, aki megjegyezte, fontosak ezek a rendezvények, hiszen így adhatjuk át a magyarság értékeit még generációkon keresztül, és a történelmi múlt fontos, hogy ott legyen velünk a jelenben, és ezzel óvva annak értékét. Ószabadság, hadd nézzünk szemedbe címmel nyílt jubileumi kiállítás az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 175. és Petőfi Sándor születésének 200. évfordulóján a Szekszárdi Művészetek Házában. Nagyon fontos, hogy évről évre visszatérjenek ezek az ünnepek. Ugye itt van 1848, itt van 1956. Sajnos a gyerekeink korosztályában már kezd elhalványulni ezeknek az értéke, a fontossága. Ezek rendkívül fontos dolgok, hogy megmaradjanak, évszázadokon keresztül fönnmaradjanak, és így egy ilyen kiállításnak fantasztikus jelentősége van. Egyszerűen csak azzal, hogy itt van, erről szól ez a címe, ez mind ahhoz tartozik, hogy próbáljuk ezeket az értékeket megtartani, megőrizni. A 48 alkotó által készített műveken a szabadság jelenik meg, amely Magyarország újkori történetének egyik meghatározó eseménye volt, ami a modern nemzeti identitás egyik alapkövévé is vált, mivel egyszerre törekedett az egyéni szabadságjogok kivívására és a nemzeti önrendelkezés megteremtésére. Baki Péter, Munkácsi Mihály díjas festőművész, a kiállítás kurátora, úgy látja, fontosak ezek az események, hiszen így tudjuk a magyarság értékeit továbbadni generációkon keresztül. Hát realista, ugye ez Bemapó és Petőfi találkozásáról szól, mert hát köztudott, hogy nagyon közel álltak egymáshoz, hogy hát engem ez régebben is foglalkoztat, meg általában foglalkoztatnak a figurális dolgok, az emberi kapcsolatok, és ezt több módon is feldolgoztam, ez az egyik variációja ennek a témának. Bem és Petőfi Sándor a magyar szabadságharc két hősének különleges kapcsolatát kevesen ismerik. Bem József erdélyi tevékenységét hűséges követője Petőfi Sándor versei és beszámolói nyomán általában a legnagyobb elismeréssel szokták emlegetni. Ennek szeretett volna most emléket állítani Baki Péter festőművész ezen a jeles eseményen, ahol egy festményen ábrázolja a két hősi alakot. A kiállítás célja az volt, hogy a mottónak megfelelően bemutassák a szabadságot, hogy új érzelmi húrokat pengessenek, új lehetőséget mutassanak a szabadság értelmezését illetően. A megnyitón közreműködött Lozsányi Tamás orgonaművész. A kiállítás november 5-éig tekinthető meg hétfő és vasárnap kivételével naponta, délelőtt 10 és kora este 5 óra között. Önök kulturális magazinunkat látták, köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!